Már csak egy helyszín maradt, és minden tervezett átkelő okosítása elkészül a városban. Erről is lesz szó mai híradónkban, de nézzük előtte további híreinket röviden. Húsvét üzenetet szeglidi lelkipásztorok gondolatai az ünnepről. Hosszú hétvége kezdődik menetrend és nyitvatartás változásokkal. És újra lesz üveggyűjtés, kettő lesznek kint a konténerek a már megszokott helyszíneken. A Ceglédi Városi Televízió csütörtöki híradóját látják, jó estét kívánok! Újabb okoszebra kialakítását kezdték ma el a városban, tegnap a Jászberényi úton, a Bemiskolánál, ma pedig a Kőrösi úton készült a figyelemkeltő gyalogátkelő. A héten ez már a negyedik helyszín. A tervek szerint már csak a református iskola előtti zebra van hátra. A hét elején a Széchenyi úton kezdték el az okoszebrák kialakítását, tegnap pedig a Bemiskola előtt lévő gyalogátkelőhely okosítása is elkészült. Ma a Kőrösi út Hattyú utca kereszteződésében is elkezdődtek a munkálatok. Ezzel együtt 6 hely lesz a városban, ahol biztonságosabban kelhetnek át a járókelők. Így már a kereskedelmi iskola előtt a postánál, a gimnáziumnál, a strandnál, a Jászberényi úton a Bemiskolánál és immár a Kőrösi úton is mozgásérzékelők és villogó fények segítik az átkelést. Az eddig tervezettek közül csak a református iskola előtti átkelőhely van még hátra. A háború átírta a mindennapokat, és átírja a húsvétot is a keresztény világban, ezt mondták a ceglédi felekezetek lelkészei, ünnepi gondolataikat tolmácsolva. A krisztusi üzenet az, hogy legyen békesség, és senkit se hagyjunk magára, aki segítségre szorul. A Városi Televízió Szlaukó Bobáló Orsolyát, Hánka Leventét és Szecsődi Pétert kérdezte húsvét üzenetéről. Húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Jézus Krisztus halálára és feltámadására emlékezünk. Jézus kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Az ünnep lelki ráhangolódásáról és üzenetéről Hánka Levente református lelkipásztort is kérdeztük. Húsvétra készülve közelebb kerülünk ahhoz az isteni üzenethez, amit Isten Krisztusban minden ember számára nyilvánvalóvá és világossá akar tenni. Így lehet a miénk, a feltámadás, evangélium örömüzenete, a húsvét. A mellettünk zajló háború húsvétra is hatással van. A keresztény világban még inkább felerősödik a békességre való törekvés. Mikor belép Jézus az első vasárnap este az apostolok körébe, akkor azzal köszönti őket, hogy békesség nektek. És ez a béke, amit a Krisztus feltámadása hoz, ez kéne a mi szívünkbe legyen, és most nagyon sok embernek nincs béke a szívébe, és látjuk, hogy mellettünk közvetlenül hihetetlen indulatok, gonoszságok feszülnek egymásnak. Ez nem a békességet eredményezi. A háború hatással van a húsvéti ünnepre. Erről beszélt ünnepi gondolataiban az evangélikus lelkész Szlaukó Bobáló Orsolya is. Úgy fogalmazott, a háború elől menekülőknek való segítés, a helyzetükkel való együttérzés, ami szemléletünket is formálja. Ezek a szituációk és ezek az élettörténetek, amikkel én is találkozom, teljesen átírják az értékrendünket, átírják azt, hogy mi fontos igazán, és hogyha a húsvétnek a valódi lényegét nézzük, és azt nézzük, hogy mit jelent az, hogy ő meghalt értünk, akkor leginkább ezt mondanám, hogy talán a húsvétnak az idei mottója, vagy az idei üzenete, aki Istenhez fordul, azt ő nem küldi el, és hogy lehet, hogy a legapróbb dolgok jelentik a legnagyobb dolgokat. Hánka Levente, Szecsődi Péter és Szlaukó Bobáló Orsolya ünnepi gondolatait teljes egészében holnap, azaz nagypénteken 18 órától láthatják itt a Városi Televízióban. Szombaton este újra lesz körmenet Cegléden, és este 9:30 és 11 óra között, ezért a Kossuth tér katolikus templom körüli útszakaszain forgalomkorlátozásra kell számítani. Holnap hosszú hétvége kezdődik, gyakorlatilag 4 napos ünnep. Természetesen a tömegközlekedés menetrendje is módosul. A nagyobb boltok többsége sem lesz nyitva, csak szombaton. Mindezek mellett pedig a rendőrség is fokozott ellenőrzést indított ma.
Az ünnepi hosszú hétvégén megváltozik a vonatok közlekedési rendje. Pénteken a szombati, szombaton és vasárnap az ünnepnapi, hétfőn a vasárnapi, kedden pedig már a munkanapi menetrend szerint közlekednek. A várhatóan nagyobb utasforgalom miatt a kiemelt forgalmasabb vonalakon a csúcsidőszakokban közlekedő intercity vonatokhoz több kocsit kapcsolnak, attól függően mennyi helyjegyet adnak el. A volánbuszjáratok közlekedési rendje is módosul, nagypénteken a munkaszüneti napon. Szombaton a szabad napon, húsvét vasárnap és húsvét hétfő munkaszüneti napon érvényes menetrend szerint indulnak a járatok. A részletek a volánbusz honlapján olvashatók. Aki pedig nem a tömegközlekedést, hanem az autót választja, számítson rá, hogy országszerte közúti ellenőrzések lesznek húsvétkor. A rendőrök az ittas vezetők kiszűrésére koncentrálnak és szondáztatják a sofőröket. Fontos és érdemes tudni azt is, hogy a húsvét négy napos hosszú hétvégén a megszokottól eltérően tartanak nyitva az élelmiszerboltok. Az üzletek ünnepi nyitvatartását jogszabály szabályozza. A legtöbb bolt pénteken, vasárnap és hétfőn is zárva lesz. Isten tisztelettel ünnepelték a húsvétot a Ceglédi Új Esély Központban. A szenvedélybetegek, illetve pszichiátriai betegek nappali ellátását szolgáló intézmény teltházzal működik, sőt, várólistán is vannak már sokan. Az intézményvezető elmondta, eredményes a működés, hiszen már több sikertörténetnek is tanúi lehettek. Húsvéti díszek, terített asztal, finomságok. A keresztény világ legnagyobb ünnepére készülve istentiszteletet tartottak ma a Ceglédi Új Esély Központban. Maximális kihasználtsággal működik az intézmény, jelenleg 55 ellátott van a központban, de vannak már várólistások is. Januártól elindultak a különböző csoportok, ahol közösségi foglalkozásokat tartanak. Például ezeket a kerámia nyulakat is az ellátottak készítették. Rengeteg öröm van ezeken a foglalkozásokon, és eredményesen működik az intézmény, mondta az intézményvezető Kucsera Mária. Nagyon pozitív a visszajelzés az ellátottak részéről, vannak már sikertörténeteink is. Egyre jobban összekovácsolódik a közösség, úgyhogy jól működünk. Sokan nehéz sorssal és rossz állapotban kerülnek ide, de ennek ellenére megmutatkozik az is, hogy mindenből van kiút. Ezt mutatják a jó példák is. Valaki önként bevonult több hónapos rehabilitációra, vagy van olyan ellátottunk, aki hajléktalanságból küzdötte fel úgy magát, hogy a leszokási fázisban van már hol laknia, illetve dolgozik. A húsvéti ünnepségen Molnár József tartott istentiszteletet. A baptista lelkipásztor János evangéliumából idézett, majd arról beszélt, hogy Jézus küldetése az, hogy megszabadítsa az elesett, elbukott, a bűneinek terhét hordozó embert. Aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert bennünket, embereket Isten nem a kárhozatra, nem a bűneink következményénél fogva az elítélésre predesztinált, hanem sokkal inkább az Isten szeretete domborodik ki abban, amikor szeretetét, irgalmát és kegyelmét mutatja akár a Golgota keresztjén függő Jézus Krisztus személyében is. Az ellátottak a minden hónapban járó élelmiszercsomagjukon kívül most húsvét alkalmából kaptak még egy ajándékcsomagot. Az intézményvezető azt is elmondta, hogy májusban megnyílik a pszichiátriai nappali ellátás is, onnantól kezdve pedig integrált intézményként fognak működni. Mindemellett a városnapokra is kitelepülnek, ahol az intézmény működéséről, szolgáltatásairól adnak információt az érdeklődőknek. Az ünnep után 19-től rendelőt újítanak fel a rendelőintézetben. A munkálatok idején dr. Kerékgyártó Csilla szabadságon lesz. Az asszisztense lesz elérhető a felújítás alatti néhány napban. A 6-os számú felnőtt házi orvosi körzet Facebook oldalán tette közzé a felhívást, miszerint húsvét után április 19-től 22-ig rendelőt újítanak fel a Rákóczi úti rendelőintézetben. A munkálatok idején dr. Kerékgyártó Csilla szabadságon lesz. A betegek a megszokott rendelési időben laborcildikó asszisztenst kereshetik. Akinek sürgősségi orvosi ellátásra van szüksége, dr. Nyújtó Melindához fordulhat a Jászberényi úti saját rendelőjében rendelési időben. Dr. Kerékgyártó Csilla kéri a betegeket, hogy jövő héten csak sürgős, halaszthatatlan panaszokkal jelentkezzenek a 6-os számú körzetbe tartozók.
Húsvét után jövő hét kettől egy héten át üveggyűjtési akciót tart az önkormányzat. A város 5 pontján állítanak fel most is üveggyűjtővedényeket. Ezekre a helyekre lehet majd vinni a már nem használt üvegpalackokat, befőttes üvegeket, boros és sörös üvegeket. Kettől újra üveggyűjtés lesz a városban. Április 19-től lehet majd újra elhelyezni a feleslegessé vált üveghulladékokat, palackokat, befőttes üvegeket, sörös és boros üvegeket a város 5 pontján elhelyezett konténerekben. A gyűjtőpontok most is a piac Árpád utcai kapujánál, a Gubodi parkban, a Mizsei út Sáska utca sarkánál, a volt kenyérgyár mellett, a Balcsi-Zsilinszki téren, a volt ökovíz épülete mellett, valamint a Vakbottyán utca és Szolnoki út sarkán a Hubertus parkban lesznek. Mint mindig most is egy hétig, csak éppen most kettől keddig lehet elhelyezni az üveghulladékot a konténerekben. Idén a diplomaszerzéshez már nem engedik el a nyelvvizsgát, ezt az Innovációs és Technológiai Minisztérium erősítette meg sajtó megkeresésre. A könnyítés 2020-ban és 2021-ben volt érvényben, de ahogy a minisztérium fogalmazott, a járványhelyzet az újbóli bevezetést már nem indokolja. A kormány először 2020-ban a pandémiára hivatkozva engedte el a nyelvvizsgát. A döntés akkor több mint 100 000 új diplomást érintett. Tavaly szintén érvényben maradt a nyelvvizsgamentesség, ennek köszönhetően 25 000 vehették át az oklevelüket. A mentesség azokra vonatkozott, akik 2021. augusztus végéig záró vizsgát tettek. Most sajtó megkeresésre az Innovációs és Technológiai Minisztérium azt válaszolta, már nem indokolja a járványhelyzet a könnyítést. Újra elérhető az elektromos kerékpár pályázat, mától lehet újra pályázni támogatásra. Az EU támogatásokból finanszírozott pályázat elsősorban a munkába járás támogatását célozza meg, így csak magánszemélyek jelentkezhetnek, és a pályázat benyújtásához munkaviszonyt igazoló dokumentumot is kell csatolni. 1 milliárd forint keretösszegű pályázatot ír ki ismét az Információs és Technológiai Minisztérium az elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlására. A tavalyi évben lezajlott pályázatokhoz képest a támogatás mértékét tekintve a felső értékhatár és az elnyerhető maximális támogatási összegek változnak. Nyomatékszenzoros eszközök tekintetében a felső értékhatár 1,2 millió forint, a maximális támogatás 180 000 forint. Pedálszenzoros esetében pedig a felső érték határ 600 000 forint, maximális támogatás 100 000 forint. Pályázni kizárólag elektronikus úton lehet. Újdonság, hogy a korábbi időablakos megoldás helyett folyamatosan lehet pályázni. Részletek az elektromobilitás.humda.hu/pedelec2022 címen érhetők el. A hosszú hétvégén akár ezt a pályázatot is át lehet böngészni, de mi is programmal várjuk Önöket. Ünnepi műsorral készültünk, nagypénteken a Város 3 lelkipásztora mondja el ünnepi gondolatait, de egy interjút is készítettünk dr. Mátrai Zsuzsanna néprajzkutatóval. Holnapi adásunkban azt is megtekinthetik. Húsvét hétfőn pedig 2 zenés színházi előadással várjuk Önöket, a Patkos Irma Művészeti Iskola megfeszített című előadását, illetve Fodor Gábor rockpassióját láthatják majd este 6, illetve 7 óra után. De ma is érdemes velünk maradni az ünnepre hangolódás jegyében. A Ceglédi Fúvózenekar virágvasárnapi hangversenyéből láthatnak részleteket. Kedden jelentkezünk legközelebb friss híradóval. Viszontlátásra!